A videót a Foramax támogatta. Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb tech videóban, és egy újdonságot szeretnék teknek hozni, ugyanis szeretnék egy új sorozatot bevezetni, amelyben igazából gamer gépekről fogunk beszélni. Nagyon-nagyon sokan megkerestek azzal, nem csak élőadások közepette, hanem privát üzenetekben is, hogy milyen számítógépet vegyél, hogy miért használjál, hogy erre a játékra ez a konfiguráció jó ez. Ezt szeretném nektek egy kicsit közelebb hozni, és próbálok meg olyan ö, gépeket tesztelni majd nektek, ami relatív elérhető áron minőségi hát, játékélményt tud nektek biztosítani. Úgyhogy az első számítógép, amit meg fogunk nézni a Foramax jó voltából, az ez a kicsike lesz. Nem sokára közelebb meg fogtok vele ismerkedni, és hát teszteljük le, hogy mit is tud valójában. Tartsatok velem! Első lépésben nézzük meg, mit is tartalmaz a Foramax AMD Ryzen Gamer PC. Az alaplapunk egy Asus A320MK, melyhez tartozik egy AMD Ryzen 3 2200G 3,5 GHz-es processzor. Alap esetben a RAM jelenleg a gépben egy 2400 MHz-es 8 GB-os, ezt természetesen a Foramax weboldalán bármikor tudjátok bővíteni, ahogy épp a pénztárcátok megengedi. A háttértárolónk egy terás Toshiba 3 és feles meghajtó, és a Windowsnak, illetve a játékoknak a maximális gyorsaság eléréséhez egy Kingston A400-as SSD, mely igencsak elfér a mai játékok biztonságos futtatása miatt is. A grafikáról egy igazi ágyú, az Asus GTX 1050 ti felelős 4 gigás DDR5-ös rammal. Házunk a DeepCool Smarter, valamint tápegységünk Aprox 500 wattos kicsike 12 centis hűtővel. Most, hogy megismertük a számítógépünket belülről, itt az ideje, hogy megnézzük, hogyan is teljesít ez a konfiguráció élesben a mostani, mindenki által leginkább játszott játékokkal. Elsőnek a Fortnite játékot választottam, hiszen rengetegen szeretitek is manapság, aki gémergépet vesz, ez az egyik első játék, amit feltelepít a számítógépére. Próbáltam a beállításokat úgy megoldani, hogy akinek neten van 144 hz monitorja, használja is ki, ezért a cél a 144 FPS volt. Azt gondolom, hogy sikerült elérni, kis beállítás finomítás után, amit személyre szasz magadnak, nem elérhetetlen cél, tehát akár ki tudod használni a monitorod által biztosított előnyöket is. A gép tökéletesen tette a dolgát, az elvárásoknak megfelelően teljesített, nem voltak FPS laggok, tökéletesen, lagmentesen tudtam egy olyan játékmódba is játszani, amelynél rengeteg FPS-t veszít az ember a sok megjelenítendők miatt. Az FPS alapbeállításokkal 90 százalán nem igazán ment, maximalizáltam a 144-et, ezzel sem volt gond, három meccset játszottam gyakorlatilag hibamentesen, így bátran merem állítani, ezt a kihívást teljesítette, nagyobb FPS menet is bírta a gyűrődést, így Fortnite gameplay re tökéletesen alkalmas. Második játék, amit ki volna mindenképpen próbálni, egy olyan játék, ami közszülöttan zabálja az FPS-t és a számítógép erőforrásait. Ez a PUBG. Minden számítógép rémáma. Nekem, akinek egy olyan számítógépen van, ami azért minden tekintetben is kimagasló és átlag feletti, így is akadnak gondjaim vele. A játék igaz, eldöcög, szépen tud futni, igaz, néha FPS lagok merülnek fel, de összességében játszható, élvezhető. Viszont ha streamelni szeretnéd ezt a játékot, már nincs egyszerű dolgod, nem azért, mert ez a gép akár nem lenne képes rá, hanem azért, mert a maga a játékban vannak olyan javítani való problémák, amelyek megnehezítik ezt. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, bízom a 1050 Ti képességeiben, igazi teszt lesz ez a számítógépnek. Lássuk! Viszonylag gyorsan találtam egy remek beállítást, ami mellett stabil 60 fps-t tud produkálni a gép. A max érték jelen beállításokkal olyan 110-120 fps körül volt, átlagban nagyságrendileg 70-90 között mozgott. Lagot itt sem érzékeltem egyáltalán, a játék folyamatos volt, amitől féltem, hogy a PUBG-nél nehéz lesz olyan beállításokat találni, amelynek köszönhetően messzire is ellátok és még a megfelelő fps-em is megmarad. Különösebben nem okozott gondot, viszont ha valaki erre a játékra veszi a Foramax AMD Ryzen Gamer PC-t, mindenképpen ajánlom, hogy vagy azonnal, vagy a későbbiekben, de vegyen bele még 8 gigaramot. A PUBG eszi a ramot, és szinte kötelező az SSD használata. Mindent összevetve azt gondolom, ez a számítógép teljesítette ezt a feladatot is, kezdek rá felnézni, hiszen ennél azért vannak jobb konfigok a piacon, viszont az eddigi elvárásokat tökéletesen teljesítette. Igaz, nincsenek több száz FPS-eink, viszont egy stabil, árértékarányban megfelelő konfigot sikerült összerakni érzésem szerint. Harmadik és egyben utolsó játékunk, amelyet kipróbálunk ezen a gépen, az a cégó. Szerettem volna egy igazi vérprofi FPS is látni ezen a gépen, hogyan muzsikál. A Cségó amellett, hogy egy rendkívül stabil játéknak mondható, eléggé FPS függő. Itt nagyon fontosak a beállítások és az FPS számok. Izgatottan vártam, mit is tudok kihozni a konfigból, és imádkoztam, hogy itt is megállja a helyét, hiszen akkor egy olyan számítógépet sikerül mutatnom nektek, amely nem csak hogy kiállta a próbákat, de egy remekáról levő, abszolút használható gamergépet tudok számotokra ajánlani. Essünk neki! Az FPS-sel már az első perc után tudtam, hogy nem lesz gond, ez a része rendben lesz. Alapból, amikor hozzá se nyúltam a grafikai beállításokhoz, már 150 felett volt, még úgy is, hogy ugye az OBS felvevő program a háttérben mind három gémnél futott, és minden maximum volt szinte alapból. Ez jó jójából. volt. Aztán, amikor kezdtem állítgatni, mentem pár előzetes meccset, DM-ben már kis állítgatás után simáhoztam a 200 feletti FPS számot, utána már igazából csak finom hangolni kellett. Próbáltam reális képet adni a számítógép Cségó teljesítményéről, így nekiláttam, és elindítottam egy MM-et. 200-270 FPS körül mozgott átlagban, ehhez egészen nyugodtan hozzáadhatunk nagyjából 20-30 fps a háttérben futó OBS miatt, tehát elég stabilnak mondható. Probléma FPS lagokkal itt sem volt, igazából az egész teszt alatt kifogástalanul működött. Próbáltam a már említett DM-et, TDM-et, más pályát, nem volt vele egyáltalán gond, tette a dolgát. Sosem volt AMD processzorom, így én is kíváncsi voltam, ez a relatív belépő kategória mit is tud nyújtani a felhasználójának. Panaszt nem mondhatok rá, árérték arányban remek választás, rácok, csak ajánlani tudom. Na, hát sikerült igazából letesztelni a számítógépet, és egy elég jó kis képet kaptam arról, hogy milyen is a gép, úgyhogy összefoglalnám egy, egy picikét. A Fortnite az, az gyakorlatilag tökéletes, tehát aki ezt a számítógépet Fortnite-ra szeretné vásárolni, bátran tudom ajánlani, igazából hozza azt az FPS számot, amivel már teljesen jól lehet építkezni, teljesen jól lehet vele játszani, és gyakorlatilag lag és akadásmentes. A PUBG-nél, a PUBG-nél nagyon-nagyon jó volt a játék, igazából használható volt, mindezt mondom úgy, hogy azért a PUBG-be vannak alapvető hibák, ezt szerintem ti is tudjátok, tehát nem, nagyon-nagyon erős gép kell hozzá, nagyon eszi, ugye, amint elmondtam már nektek, a ram nagyon eszi a processzort. Szerintem ez a konfig, ez, 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 ez jó rá. Tehát... Lehetne jobb is egyébként, mert vannak bizonyos esetek, aminél látszik az, hogy az alapvető konfiguráció jó, viszont kevés benne a RAM. Ezért én azt ajánlom, hogy ha PUBG-ra vásárolnátok ezt a játék, vagy ezt a képet, akkor mindenféleképpen tegyetek bele RAM-ot. 16, illetve 32 is sima mehet bele. Én a 16-ot mindenképpen javaslom, tehát 16 talán nem menjetek, ha PUBG-zni szeretnétek, illetve az SSD, ami szerencsére megtalálható ebben a számítógépben. A cégó az abszolút az, az, azt jutott, amit vártam. Akartam egy olyan FPS játékot, ugye, ami amígy ami így tényleg egy, ki tudja hozni az FPS-t, és, és, meg tudja mutatni a valós erejét ennek a gépnek. Én azt gondolom ezért az árért, amely, amely ez a számítógép kapható, teljesen jó. Kipróbáltuk igazából a három zászlós halós játékot. Nyilván mondhatnánk még igazából a League of legends de a League of legends az nem egy erőforrás igénylő játék. azt gondolom, hogy próbáltunk FPS-t, próbáltunk egy third percent, és próbáltunk egy, hát egy ilyen FPS-es eléggé erőforrás romboló pubg is, Szerintem innentől kezdve mindenki nagyjából be tudja határolni azt, hogy ez a gép mire képes. Árérték arányban tökéletes választás, mindenképpen ajánlom mindenkinek, úgyhogy aki bővebben szeretne információt erről a számítógépről, látogasson el a live-nak a videó leírásában található Foramax linkre ott megtaláljátok ezt a gépet, meg is tudjátok egyébként vásárolni, illetve különböző ö, dolgokkal még tudjátok bővíteni, tehát több ramot tudtok berakatni, más SSD-t tudtok berakatni, tehát azért vannak opciók, nézzétek meg a weboldalt mindenféleképpen. És ö, hát nem tudom, hogy hogyha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, ne felejtsen el dobni egy hatalmas nagy láj-ot, visszajelezni, hogy szeretnél még különböző konfigurációkról látni ilyen teszteket hiszen ez egy sorozat lesz, amelyben különböző konfigokat fogunk majd a Foramax által bemutatni nektek, úgyhogy ezúttal nagyon szépen köszönöm nekik, hogy biztosították, illetve biztosítják majd a, ezek, a számítógépeket ezekhez a tesztekhez, és hát remélem, hogy találkozunk nem sokára egy live-ban, vagy egy videóban, én Jussu voltam,